Megkezdi aszteroida eltérítő misszióját a NASA. Magyar idő szerint szerdán indítják el a DART űrszondát, amelynek az lesz a feladata, hogy nekiütközzön a Dimorphos nevű, mintegy 160 méter átmérőjű aszteroidának. Az űrben rengeteg olyan űrszikla kering, amelyet potenciális veszélyforrásként azonosítottak. A történelemben most először tudunk valamit tenni ez ügyben. Megtanulhatjuk, hogyan találjuk meg ezeket az objektumokat, és remélhetőleg azt is, miként térítsük el őket a Föld veszélyzónájától, mondja a NASA munkatársa. A kilövést a kaliforniai Vandenberg légitámaszpontról fogják végrehajtani. A szakértők remélik, a becsapódás hatására sikerül majd megváltoztatni az aszteroida pályáját. Abszolút igaz, hogy ebben a pillanatban nem vagyunk tisztában a fenyegetéssel 100 évvel előre. Az is igaz, hogy azoknak az objektumoknak, melyek akkorák, hogy becsapódnak, még csak az egyharmadát vizsgáltuk meg. Az egyik feladatunk az, hogy megfigyeljük a másik kétharmadot, nagyjából a következő évtizedben, teszi hozzá a szakértő. A tervek szerint a szonda jövő ősszel ütközik majd az űrsziklába, mintegy 24 000 km/h sebességgel vágódik majd a Földtől, akkor 10 000 000 km-re járó Dimorphos aszteroidába.